Köszöntöm a Köztér valamennyi nézőjét a mai műsorunkban, stúdiónk vendége Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere, akivel a járványról, a védekezésről, a fehérvári szabályokról és hát az országos rendelkezésekről is szót fogunk ejteni. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm szépen a meghívást, jó estét kívánok, és köszöntöm a nézőket is nagy szeretettel. Hát nemrégiben a híradóban is láthatták a nézők, hogy mozgalmasan indult a render a reggelit Székesfehérváron, hiszen hajnalban a kórházban tűz volt. Igen, 3:43 körül kaptam az értesítést, 4 órakor már a megnyugtató tájékoztatást arról, hogy tűz ütött ki a hotelszárny 5. emeletén. Az egyik korteremben, azóta azt is tudjuk, hogy egy televíziókészülék meghibásodása okozta ezt a problémát, és azért mondom, hogy aztán megnyugtató hírek érkeztek, mert ebben az amúgy sem könnyű időszakban, ahol óriási terhelés nehezedik a kórházra, a kórházban dolgozókra, ugyan jelentős munkát kellett elvégezniük ehhez, de kijelenthető, hogy nagy baj nem történt, sokkal nagyobb baj is történhetett volna, de szerencsére ezt megúsztuk, úgyhogy én először is köszönetet szeretnék mindenkinek kifejezni, aki tett, dolgozott azért, legyen az a kórház alkalmazottja, legyen az ellátott, legyen az természetesen a tűzoltók kiemelten, rendőrök, katonák, és sorolhatnánk. Nagyon sokan dolgoztak azért, hogy ne legyen nagy tragédia. Ugye tudjuk, hogy egy viszonylag enyhébb személyi sérülés történt, amit alapvetően a füst okozott, de más probléma nem volt, miközben 128 ellátottat kellett mozgatni, az ömük aztán vissza is térhetett a felsőbb emeletek kórtermeibe, az 5. emeletnek ezt a részét pedig, ami mindegy 30 ágyat érint egyébként kórtermek tekintetében, a következő napokban rendbe lehet tenni, ki lehet festeni, lehet takarítani, fertőtlenítés, utána újra oda is lehet majd beteget fogadni. Úgyhogy nyilván nagy volt az ijegység, de azt hiszem, hogy mindenki tette a dolgát ebben az esetben is, és ez mindenképpen megnyugtató. Egy kicsit olyan érzés volt az embernek, hogy még az ág is húz most bennünket. Hát most ezzel kell együtt élni, de még egyszer azért a legfontosabb az, hogy nem történt nagyobb probléma. Viszont az is elmondható, hogyha a kórházról beszélünk, hogy a betegszám folyamatosan emelkedik, nagyon nagy a nyomás és a terhelés az egészségügyi dolgozókon, ezért az ő érdekükben és annak érdekében, hogy ők végezhessék a munkájukat is kérek mindenkit, hogy a szabályokat akár állami jogszabályokban határozottak azok meg, akár a helyi döntéseket jelenti, tartsuk be, és párhuzamosan pedig, aki még nem tette, az regisztráljon az oltásra. Ha már a szabályoknál tartunk, ugye az árás ezer része az most 22-ig még tart. Milyen visszajelzések érkeztek önhöz, illetve mi az, amiben mondjuk segítséget kértek a fehérváriak? Nyilván van egyfajta türelmetlenség, ez szerintem így egy év után, pont amikor beszélgettünk, nagyjából egy éve jelent meg az egyik első veszélyhelyzetre vonatkozó jogszabály. Tehát azért ez az egy esztendő mindenkinek nagyon nehéz volt, abszolút ki kellett mozdulnunk abból a fajta komfortzónából, amit megszoktunk. Március 15-ére készülünk, az mégiscsak a szabadság ünnepe, hát ebben az egyben nagyon sok mindenben voltunk, és jelenleg is vagyunk korlátozva. Tehát ezért szerintem emberileg a türelmetlenség érthető, viszont azt is tapasztalom, hogy látva a napi megbetegedések számát, vagy a kórházban ápoltak számának növekedését, megint mindenki egyre komolyabban veszi ezeket az intézkedéseket. És talán azt is lehet érzékelni, hogy többen jelentkeznek magára az oltásra, és örülnek azok, akik már megkapták. Szerencsére azt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag nem tudunk Fehérváron semmilyen komolyabb szövődményről, bármelyik vakcinával is oltottak be valakit, akár a kórház, akár pedig az alapellátásban a házi orvosok végezték ezt a munkát. Ez mind-mind szerintem már arra sarkalja az embereket, hogy regisztráljanak. Látszik, hogy ott is növekszik a szám. Ezeknél a korlátozásoknál nyilván voltak olyanok, amik pénteki vagy a csütörtöki bejelentéshez képest aztán hétfőig átalakultak, ilyen mondjuk az óvodai ügyeleti kérdés, iskolai ügyeleti kérdés, amit meg kellett tudnunk szervezni. Itt köszönet az intézmények vezetőinek, dolgozóinak, mert első szóra ugrottak, és az éppen aktuális szabályt is betartva lehetett megszervezni aztán az ügyeleti ellátást azoknak a gyermekeknek, akinek a felügyeletét a szülők máshogy nem tudták megoldani. Egyébként a mai nap adatait mondva
nem egészen 7%-a volt az óvodásoknak óvodában. Tehát tényleg nagyon-nagyon sokan megoldották, máshogy aki viszont nem tudta, az biztonságos keretek körülmények között vihette az óvodákba a kisgyerekeket. Én mindenkit arra kérek iskola, óvoda, bölcsöde tekintetében, hogy csak akkor vigyük akár ügyeleti ellátásba is a gyermeket, hogyha máshogy nem tudjuk a felügyeletét megoldani, akkor viszont lehet. Ez például egy olyan szabály volt, ami a hétvégén néha megváltozott, és ez nyilván nem segítette senkinek a tájékozódását, de egy ekkora rohamunkában sajnos néha ilyen is van, hibáért természetesen elnézést kérünk, viszont talán a mások számára nagy öröm, hogy mégiscsak tudtuk az ügyeleti ellátást biztosítani a fehérvári intézményekben. Talán még egyre, bocsánat, felhívnám a figyelmet, ez a maszk használat, mert hogy ez Fehérváron okozott kérdéseket, hiszen korábban nálunk a történelmi belvárosba, a buszmegállókba, a nyilvános parkolókban volt kötelező azon túl a maszk használat, amire egyébként állami jogszabály vonatkozott. Ez ugye most egy sokkal tágabb körben került szabályozásra az állam részéről, tehát mindenhol, amit közterületre nevezünk, kötelező a maszk használat. Ez nyilván Székesfehérvárra is igaz, úgyhogy arra kérek mindenkit, hogy most ezt a szigorúbb szabályt tartsa be, mert hogyha mondjuk egy rendőrrel találkozik, akkor a rendőr ezt fogja rajta számon kérni. De még egyszer azt tapasztalom, igen, volt türelmetlenség, volt, aki már jelezte, hogy ő már nem szeretné, de aztán úgy látom, hogy mégis az emberek zöme tartja ezeket a szabályokat. Hát legfeljebb a hétvégi bevásárlóközpontoknál tapasztalt tumultus az nem mindig mutatta ezt, főleg esetleg olyan áruházaknál, nem feltétlenül Fehérvárira gondolok, ahol hát olyan dolgokat lehet vásárolni, amit lehet, hogy 2 hét múlva is meg lehetett volna. Miközben azért azt is láttuk a bevásárlóközpontok egy másik részénél, hogy jóval kisebb volt már a forgalom. Nagyon nehezek most ezek a napok, nagyon gyorsan nőnek a számok. Látszik, hogy ez a, most nevezzük brit mutásnak, ez nagyon-nagyon komoly következményekkel jár, nem csak az idősekre, hanem a fiatalabbakra is. Látszik, hogy nő a kórházban ápoltaknak a száma, sajnos nő azoknak a száma, akik lélegeztetőgépen vannak, ilyen ellátásra szorulnak. Tehát tudom, hogy nem könnyű, tudom, hogy mindenki unja, higgy el mindenki, hogy én is unom ezt az egyesztendőt, meg ezt a helyzetet, de most csak mégiscsak azt tudom kérni és hangsúlyozni, hogy magunk, szeretteink és mások védelme érdekében is ezeket a szabályokat tartsuk be. És amit most nem szükséges, azt még pár hétig ne csináljuk, hogy utána aztán szépen ütemezetten már az újraindításról tudjunk beszélni. Innen folytatjuk. Német Krisztián kollégám a székesfehérváriak véleményére, kérdéseire volt kíváncsi. Az lenne a kérdésem, hogy ha rosszabbodik a helyzet, ne agyisten, akkor várhatók valaki szigorítások, mert ezzel én együtt is értek amúgy, ha meg is válaszolom, mert igenis legyen, és amit hozott a kormány, ez a 3-2 hét, amit fog tartani, azzal is egyetértek maximálisan, mert amit látjuk minden országban, ahol egy picit is engedtek, ott már is visszafordult az egész a negatív irányba. Tehát amíg nem látom azt, hogy én azt gondolom, hogy amíg nem látom azt, hogy javul a helyzet, addig igenis tartsuk be ezeket a dolgokat. Azt megkérdezem polgármester úrtól, hogy a nyári időszakra, a jobb időre lát-e valami esélyt arra, hogy a vírus egy kicsit felszabadítaná az emberek életét, vagy megváltozna, visszatérne minden régi kerekvágásba? Arra lennék kíváncsi, hogy a fehérvári oltási program mennyire működik jól, gyorsan, alaposan, mert nem hallunk róla semmit, és 74 és 66 évesek vagyunk. Elégedette ezekkel az intézkedésekkel, amit mostanában hoztak járványügyben? Mit gondol róluk? Mondjuk, ahogy körülnézek, pont ezen járt a gondolatom, hogy úgy néz ki, hogy én azt látom, hogy igen, működik meglepő módon, pedig sokan ugye kétséggel fogadták ezeket a gondolatokat. Polgármester úrtól azt kérdezném, hogy a várólistát mikor kapjuk meg, hogy ki, melyik idős ember mikor kapja meg a védőoltást. Tehát, hogy legyen egy lista, és akkor tudjuk, hogy március végén, áprilisban, vagy mikor kerülünk sorra, mert az ember akkor nagyobb bizalommal van, hogy hát mi fog történni velünk. Nos, hát azt hiszem, hogy úgy érthető kérdések ezek. És talán vissza is igazolták azt a néhány gondolatot, amit itt korábban már beszéltünk ezekről az intézkedésekről. Kertész úr az elején megindokolt, hogy miért van szükség a szigorításra, és hát kérdezte, hogy várható-e további szigorítás.
ezt most szerintem nincs ember, aki meg tudja mondani, nem csak Magyarországon, hanem más európai országokban, vagy akár a világ más pontján. Ha a járványhelyzet indokolja, akkor 2 hét múlva lehet, hogy ezek további meghosszabbítást nyernek, vagy adott esetben bővülnek. Ha nem indokolja, akkor lehet, hogy lehet már kezdeni enyhíteni. Én inkább egyébként húsvét utára várom ezeket az enyhítéseket, de ez inkább egy személyes vélemény, hiszen alapvetően állami döntésekről van szó. Az operatív törzs van minden olyan adat és információ és szakmai tudás birtokába, hogy meg tudja alapozni ezeket a döntéseket. Én azt kérem mindenkit, hogy figyeljük az országos híreket, figyeljük a helyi tájékoztatást, és ennek megfelelően ezeket a szabályokat tartsuk be. Sokan betartják, ez is elhangzott ebbe a kis bejátszásba, és örülök, hogy ez a tapasztalat. Egy-másfél hetei rosszamnak láttam ezt a fajta szabálykövetést, most egy kicsit az elmúlt napokban úgy láttam, hogy javult. Szerintem, ha valaki akár csak egy híradót megnéz, elolvas egy hírt, és látja a napi fertőzöttségi adatokat, akkor nem kell neki magyarázni, hogy most miért van erre szükség. Többen kérdezték az oltást, de mielőtt erre válaszolnék, azért a nyárról beszéljünk, mert a kettő szerintem összefügg. Tehát ha most betartjuk a szabályokat, hogyha az oltási programban egyrészt jön a vakcina, én úgy látom, hogy azért ez most már szépen érkezik, a másik oldalon pedig van, akit be lehet oltani, vagy van jelentkező az oltásra, akkor ez elérheti azt az átoltottsági szintet, hogy a nyár az már egy szabadabb nyár tud lenni annál, mint amilyen időszakot most élünk. Nem feltétlenül lehet majd máshova olyan nagyon nagy arányban mértékben utazni, ez nem csak a magyar helyzettől függ ugyanis, hanem adott esetben egy célállomás országnak az éppen aktuális járványhelyzetétől, de legalább belföldön, akár adott esetben a városon belül mondjuk végre majd újra le lehet ülni egy kávét, elfogyasztani egy teraszon, vagy találkozni barátokkal, ismerősökkel. Én azért a nyár tekintetében ebben már hiszek, nem titok, hogy a pünkösd utáni időszaktól már gondolkodunk abban, hogy a rendezvényeket is majd lehet, hogy szabályokkal, sőt biztos, hogy szabályok mentén, de részben meg lehessen tartani. Nincs elfelejtve a királyi napok, hanem gondolkodunk már rajta. Juhász Zsófiáék vezetésével ugye a rendezvényszervező csapat ezen már dolgozik. Tehát azért bizakodunk a nyárban, de ez az kell, hogy most betartsuk a szabályokat, és minél többen pedig jelentkezzenek a védőoltásra. És akkor oltás. Nem csak a hölgyek, hanem más helyről is megkapjuk ezt a kérdést. Székesfehérvár önkormányzat és egyetlen egy önkormányzat sem rendelkezik saját oltási programmal, egy egységes állami oltási programban. Ezt hajtják végre az állami szervezetek, és az állami szervezetek iránymutatása és adatszolgáltatásával egyidejűleg azok az oltási pontok, amik egy-egy településen kialakításra kerültek. Ilyen van a kórházba, mondjuk a rendelőintézet az a következő hetekben, nem mondom, hogy szinte csak, de nagyon nagy arányban oltási pontonként fog működni, egyébként több tucat oltási pontként, tehát önmagában egy nagyon nagy oltási központ, talán ezt is lehet mondani, és a másik oldalon pedig a háziorvosi rendelők és a háziorvosok és csapatai látják el ezt a feladatot. Ők kapják meg mindig aktuális azt a listát, ami aránylik az ő általuk megkapott vakcinaszámhoz, és ahhoz a vakcina típushoz, ami éppen az országban van, és amit kapnak a házi orvosok, vagy az oltási pontok, hogy beadhatják, hiszen nem minden oltást lehet mindenkinek adni. Kor, adott esetben krónikus betegség, vagy annak nem léte tekintetében, és az sem mindegy, hogy melyik házi orvosi körzetről beszélünk, hiszen mások a demográfiai körülmények egy-egy városrészben, ezáltal egy-egy házi orvosi körzetben is. Úgyhogy egy kis türelmet, megértést kérek. Úgy látom, hogy ezekben a napokban is nagy mennyiségű vakcina érkezett, azt is mondhatnánk, hogy a világ különböző pontjairól Magyarországra. Ezeket folyamatosan kapják meg az oltási pontok, és biztos vagyok benne, hogy különösen az időseknek már nem kell sokat várni ahhoz, hogy megkapják az oltásokat. Ugye az idősek kapcsán biztosan is értesült róla, és próbálnak ehhez ellen tenni valamit, vagy tájékoztatni, hogy többen például pont az idősekkel próbáltak visszaélni, és oltási helyekre invitálni őket. Itt Fehérváron nem tudom, hogy volt-e ilyen történet, de országszerte hallhattunk ilyen úgymond unokázós csalókról szóló történetet. Igen, kérek mindenkit, hogy ne dőljön be. Házi orvos, kórház, tehát itt viszonylag kevés helyről jöhet az az SMS, az a telefon, hogy mondjuk szombat 10 órakor van valakinek időpontja, másrészt az oltás ingyenes. Tehát ha valaki azzal jelentkezik, hogy pénzt kér, önmagában már biztos, hogy csalóról van szó. És higgyük el, hogy tényleg folyamatosan végzik ezt az oltási feladatot azok, akiknek ez a feladata. Itt köszönet mindenkinek, aki olt,
mert óriási munkát végeznek, gyakorlatilag hetek óta hétvégi időszakot is ebbe beleértve. Mi magunk is ajánlunk föl segítséget, részben a belügyminisztérium, részben a miniszterelnökség kérésére valamennyi önkormányzathoz eljutott egy tájékoztató levél, hogy miben tud egy önkormányzat segítséget nyújtani. Mi teszünk ilyet, a mai nap éppen 27 fő az, akit delegáltunk 14 házi orvoshoz, illetve a kórházba a következő napokra, akik adminisztrációs feladatot és pont telefonos időpont adási feladatot végeznek, mert ezzel tudjuk tehermentesíteni azokat az egészségügyi szakembereket, akik ennél egy más jellegű szakmai munkát végezhetnek, magyarul beadhatják az oltást. Akkor pont a kavaradásokon lehet javítani. Így van, lehet gyorsítani, lehet az adminisztrációt könnyebbé tenni, és nem okozunk olyan túlzsúfoltságot, ami meg azért jelent egy oltóponton problémát és nehézséget. Szerencsére a rendelőintézeteink zöme erre alkalmas, az elmúlt évek felújítása nyomán is. Van, ahol most ugye ideiglenes elhelyezés van. Ha bármilyen, akár az alapellátásból, akár állami szervektől érkezik kérés, akkor ki tudunk nyújtani egyéb ingatlanokat, akár nagyobb közösségi tereket is, de egyelőre ilyen szakmai kezdeményezés Fehérváron nem történt. E tekintetben rendben megy tehát előre az oltás. Ahogy érkezik a vakcina, úgy tudják ezt beoltani azoknak, akikre az adott vakcina egyébként érvényes lehet szakmai értelemben. Ugye talán az úriember sem kezdte véletlenül a kertész úr azzal a kérdését, hogy várhatóak-e szigorítások, hiszen mondjuk az első hullám idején pont Székesfehérvár volt az, ami az adott lehetőségei között mindig a szigorúbb szabályozást választotta. Így volt, de akkor más volt egy kicsit a jogi környezet, akkor bizonyos időszakokban, például a tavalyi húsvéti időszakban, és bizonyos szabály adta keretek között, de az önkormányzatok saját maguk is szabályokat állapíthattak meg. Erre most nincsen lehetősége az önkormányzatoknak, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy nagyon szűk körben van lehetősége. Ahol van, ott ezt megtesszük, ahol nincs, ott viszont van egy tájékoztatási feladatunk az egyik oldalon, ezt akár most is próbáljuk megoldani. Másodszorban pedig, ahol segíteni tudunk, hogy haladjunk előre, például az oltási programban, ott ezt az önkormányzat megteszi, most még 27 emberrel, de szerintem ez a szám még jelentősen emelkedni fog. Ezeket az embereket önkormányzati intézményekből, egyházi intézményekből, civil szervezetektől jelentkező önkéntesekkel oldjuk meg. Köszönet nekik ezért. Egyébként nekik ezért az önkormányzat egy térítést biztosít is. Ez mind-mind akár a kórházban van valaki, akár házi orvosnál az önkormányzat finanszírozza, mert most az összefogásnak van itt az ideje. Az állam végez nagyon sok minden. Az önkormányzatnak kutya kötelessége ehhez a sajátját hozzátenni, annak érdekében, hogy haladjunk előre azon az úton, ahol majd elérhetjük azt az állapotot, ami talán már arról a kicsit vidámabb, mosolygósabb nyári időszakról tud majd szólni. Több információt, adatot kapnak most már? Sokat kapunk, én mindig elmondom a kritikákmat ebbe a tekintetben, több település specifikus adatra lenne talán szükség. Pont a tájékoztatásban nagyon sok és nagy segítséget tud adni. Ugye Budapest kap ilyen adatot, hiszen az önmagában egy nagyságrend, és a megyé úgy kezelik, mint egy megyét, de alapvetően megyei adatokkal rendelkezünk. Egyébként kormánymegbízott úrtól folyamatosan kapunk, járáshivatal vezető úrtól folyamatosan kapunk adatokat, amit ebből nyilvánosságra hozunk, azt meg is tesszük, de például nem tudunk ebben a pillanatban pontos ellátotti számot a kórházban, nem tudjuk a beoltottak számát pontosan. A saját alapellátásunkból ezt a tájékoztatást megkapjuk, hiszen ott alapvetően a mi házi orvosi rendszerünk munkatársai dolgoznak, de a város egészét tekintve talán jobb lenne, és nagy segítség lenne, ha rendelkeznénk egyéb adatokkal. De majd erre térjünk most már vissza akkor, amikor túl vagyunk ezen az egészen. Van sok tanulság, azt hiszem, hogy ez az egyik. A másik oldalon azt látom, hogy az állami szervek, hatóságok is óriási munkát végeznek, és kiemelten köszönet még egyszer azoknak, akik most az oltási programot bogyolítják le. Talán érdemes egy mondattal ugyanis elmondani, hogy mondjuk a kórház az egyszerre végez két feladatot. Egyenként is óriási, de most egyszerre kell végeznie. Az egyik oldalon a betegellátást végzi, növekvő betegszám mellett, a másik oldalon pedig részben az oltási központként az oltást viszi előre. Ez óriási leterheltséget jelent nekik, tehát ha másért nem, legalább rájuk legyünk tekintettel akkor, amikor döntünk arról, hogy azt a maszkot most fölhúzzuk, vagy nem húzzuk. Nekünk egy mozdulat, nekik viszont lehet, hogy a munkájukat könnyíti, és lehet, hogy a végén a mi vagy szeretteink, vagy egy másik ember életét fogjuk ezzel megmenteni.
Ugye ma, a mai nap folyamán volt kormányinfó is, ahol Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter azt is bejelentette, hogy 50 milliárd forintnál is több bértámogatást fizettek ki, és talán ez is mutatja azt, hogy az egyik nagyon fontos terület a gazdaság kérdése, hiszen fontos az ember élet, a legfontosabb, de meg is kell élni valamiből. Igen, tudjuk gyakorlatilag szinte egy éve, hogy nagyon komoly társadalmi és gazdasági következményei is vannak, lesznek ennek a járványhelyzetnek, nem csak egészségügyi, bár persze az a most a legfontosabb, hiszen az emberek életét mentjük, egészségét őrizzük meg, de a gazdasági következményekkel is számolni kell. Összességében szerencsére elmondható, hogy a munkanélküliségi adatok közel sem ugrottak meg most a második, vagy éppen a harmadik hullám során úgy, mint tavaly tavasszal, viszont nyáron akkor visszaálltak. Tehát itt nem állunk, azt hiszem, hogy rosszul, viszont az is látszik, hogy vannak olyan területek, olyan szolgáltatási területek, olyan a vállalkozásokat érintő korlátozások, amelyeknek nagyon nehéz, és sok esetben finanszírozásilag is nagyon nehéz szituációt eredményeztek. Itt dolga segíteni az államnak, ezt azért, ha csak az 50 milliárd forintra gondolunk, úgy látom, hogy meg is teszi, és most már talán azok a problémák is megoldódnak, hogy nem utófinanszírozás, hanem sok esetben előfinanszírozás, ez is szerintem nagy segítség, de ezt próbálta kiegészíteni az önkormányzat a maga támogatási struktúrájával, pályázatainkkal. Nagy ennek a sikere abban a tekintetben, hogy az adott szektorban deklaráltan létező Fehérváron dolgozó vállalkozások jelentős része egyébként ezekre jelentkezik. Folyamatos a határozatok meghozatala, és utána pedig a kifizetések is. Van olyan pályázat, ami még nyitott, kérem, hogy ezt az érintett körök figyeljék. Március 22-ével fog zárulni egyébként az utolsó, meg néhány hiánypótlás biztos, hogy rendezni kell, de utána fogunk adni egy átfogó tájékoztatást, hogy összesen hány vállalkozásnál, hány munkahely megőrzéséhez tudtunk segítséget, támogatást adni, és várhatóan hány 10 millió forintot tudtunk erre fordítani, amit iparüzési adó bevételünkből tudtunk megvalósítani. Tehát köszönet most annak az ipari szektornak, aki megint óriási munkával, óriási támogatást ad ahhoz, hogy az önkormányzat mondjuk ilyen fehérvári programokat, továbbfoglalkoztatás segítő alapot és ehhez kapcsolódó pályázatokat tudjon elindítani. Itt ugye volt egy mérséklés az iparüzési adó bevétel kapcsán, amitől nyilván kvázi elesik Székesfehérvár. Ezzel kapcsolatban történt már egyeztetés, vagy lehet-e tudni, hogy itt mi várható? Igen, két egyeztetés is történt. Az első egyeztetést Gulyás miniszter úr tartotta a 23 megyei városnak. Azt megelőző napokban találkozott egyébként a kisebb településekkel, tehát a 25 ezer fő fölöttivel, hiszen alatta mindenki automatikus kompenzálást kap két részletbe az adott évbe, a felette pedig egyeztetés történt, és a következő napokban pedig találkozott Budapest vezetésével és a kerületek vezetésével is. Talán itt érdemes elmondanunk, hogy a legfontosabb, hogy mind a 23 polgármesterrel találkozott, pártállástól függetlenül ott voltunk mindahányan, elmondhattuk a problémáinkat, felvethettük a kérdéseinket, több mint két órás egyeztetésről volt szó. A másik egyeztetés pedig éppen a mai nap történt Fehérvár tekintetében, mert abban maradtunk miniszter úrral, hogy annyira település specifikus, hogy mi a kompenzáció alapja, és miben kér egy-egy város segítséget, hogy nem 23-anként jó egyeztetni, hanem ott az elveket lefektettük, és egyenként történik meg minden városra az egyeztetés. Ez ma mi esetünkben megvalósult, és Bala György miniszteri biztos úrral találkozhattunk, és megállapodtunk egyfajta kompenzációs ütemezésben, és leadtuk azt a támogatási kérelmet, amire mi kérjük a kompenzációt. Talán érdemes annyit elmondanunk, hogy itt a NAV-on keresztül történt meg a kérelmek benyújtása. Egyelőre értesítést több mint 8000 fehérvári vállalkozás felől kaptunk a NAV-on keresztül, tehát legalább ennyi vállalkozásnál nagyon komoly iparüzési adót hagyunk ott 2021-ben. Nehéz megmondani, hogy mi ennek a végszáma, ugye körülbelül 11 ezer vállalkozás élhetne ezzel a kedvezménnyel, és ha mindenki élne, akkor nagyságrendileg 2,1 milliárd forintot hagynánk ott a vállalkozásoknál. E körüli kompenzációt kértünk a miniszteri biztos úrtól, rajta keresztül a kormánytól, várhatóan áprilisban, húsvét után kerül a kormány elé valamennyi városnak a kompenzációs igénye. Mi nem elsősorban működési támogatást kértünk, mert ebben a helyzetben már tavaly óta maga az önkormányzat is jelentős működési kiadásokat tud megspórolni.
miközben persze a helyzet a másik oldalon komoly bevételkiesést is eredményezett, hanem mi fejlesztésekre kértünk forrásokat, hogy ne kelljen elhalasztani fejlesztéseket. Itt alapvetően útjárda, parkolóépítésekről van szó, tehát mondjuk a Sára program folytatásáról még nagyobb ütembe tudjuk akár már idén előre vinni ezt a fejlesztési ütemet, vagy éppen óvodák felújításáról. Tárgyalunk kiegészítő forrásról a középiskolai kampusz projekt tekintetében, és bízom benne, hogy a következő hetekben erre pont fog kerülni. A város pénzügyi költségvetési helyzete stabil, nincs semmi akadálya annak, hogy ezt az évet végigvigyük, de jó lenne, ha kapnánk még kiegészítő forrást kisebb mértékben működésre, nagyobb mértékben a fejlesztések ütemének fenntarthatóságára. Köszönöm a tájékoztatást, és hogyha már kicsit előre mentünk, és gazdasági kérdésekről beszéltünk. Nyilván a székesfehérváriaknak nem csak kizárólag a járványhelyzethez kötődő kérdései voltak, hanem úgy általában a hétköznapi élethez kapcsolódó kérdéseik is. Nézzük meg ezeket. Azt kérdezném tőle, hogy mit tesz például a környezetvédelmért, vagy milyen intézkedéseket vezetett be Székesfehérvár annak érdekében, hogy például csökkentsék a szennyező hulladékot, hogy mennyit tettek azért, hogy szelektíve lehessen gyűjteni, illetve igazából, hogy a környezetvédelemért általánosságban mennyit tettek. Hónapok óta megy a csatornavíz itt a belváros kellős közepén a sétáló utcában. Hogy ezt mikor mit csinálnak majd? Nálunk például rendszeresen nem működik a közvilágítás. Hol? A Rákóczi úton. De napi szinten 2-3 kiégett kandeláber van. Miért nem figyelnek erre oda? Nem lehet parkolni. Ugye ingyenes a parkolás. Nos, hát azt hiszem, hogy ezek ilyen általában felmerülő kérdések szoktak lenni. Igen, bár a Rákóczi útról erről a problémáról még nem értesültem, de hogyha csak egy-egy égőről van szó, akkor nyilván azért, mert ez egy városüzemeltetési kérdés, hogy a hálózat az EON-é, mint szolgáltatóé, a hálózat üzemeltetésének ezen kérdései viszont a városgondnoksághoz tartoznak, de természetesen utána fogunk ennek nézni. Az ingyenes parkolás tekintetében nem lehet parkolni a városba, ugye erről ebben az időszakban most nem az önkormányzatok döntenek, a járványhelyzet okán célja az az államnak, hogy ezzel is egy kicsit tehermentesíteni lehessen egyéb közlekedési formákat, és ne zsúfolódjanak össze az emberek. Én magam is már más szempontból viszont várom a parkolási kérdésnek a rendezését, hiszen a hölgynek igaza van abban, hogy nagyon nehéz parkolni, de egyébként nem csak az ingyenes parkolás okán is, hanem mert folyamatosan, még 2020-ban is drasztikusan nőtt a gépjármű száma a városban. Nem a Holdról jönnek az emberek, akik autóznak és parkolnak. Mi autózunk, és mi szeretnénk parkolni egyre több autóval, és a sűrű lakott városrészek, vagy a víziváros ilyen, az egy nagyon nehéz parkolókat kialakítani, ha pedig kialakítunk, akkor is csak olyan helyre, hogy semmiképpen ne csökkentsük a zöld terület arányát, hogy már rögtön egy másik kérdésre is ugorjak. Hát nehéz lenne itt most felsorolni, mennyi mindent tett a város az elmúlt években a környezetvédelemért. Alsóvárosi rét megmentése, Sóstó természetvédelmi környezet megmentése, Fehérvár tüdeje program. Szerintem az egész országban a város nem ültetett olyan erdősítési programban fákat és faállományt és famennyiséget, mint ahogy Fehérvár tette ezt, megmentettük a csónakázó tavat. Tehát nagyon sok mindent tehetnénk, egyébként megy előre a szelektív hulladék gyűjtési fejlesztés is, hiszen van egy nagyon komoly Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázat a KDV keresztül. De a fiataloknak látszik, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, fontos a közlekedés, ezért nagyon jó, hogy 23 vadonatúj autóbuszt tudtunk nyilván sokkal inkább a környezetet kímélő, tehermentesítő autóbusz beszerezni. Dolgozunk legalább 12 elektromos autóbusz beszerzésén, és azt ajánlom is kérem a hőtől, hogyha van-e tekintetben érdeklődés, akkor jelentkezzen akár nálam is, Facebookon, Instagramon, TikTokon, ahol neki az megfelel, és be fogjuk vonni akár ebbe a környezetvédelmi munkába. Van egy olyan testület, amelyik ezzel dolgozni fog, akár a fiatalok is ebben megtalálhatják a helyüket, úgyhogy
Úgyhogy ha kérdése van, javaslata vagy munkát szeretne ebben vállalni, akkor várom nagy szeretettel. A sétáló utca tekintetében viszonylag sokat vagyok ott, ugye miután a városháza és az iroda ott van. Én azért azt tapasztalom, hogy egy gyönyörű belvárosunk van, ahol az emberek szeretnek, vagy lehet, hogy most ebben a helyzetben talán azt mondhatom, hogy szeretnének minél többet sétálni, hogy szeretnék, hogy újra kinyissanak a teraszok. Úgyhogy szerintem most ez a legnagyobb kérdés, ezért viszont ezekben a napokban, hetekben nagyon sokat tehetünk közös erővel. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a lehetőséget, és mindenkinek jó egészséget kívánok. Vigyázzon magára mindenki, és nagyon szép március 15-i ünnepet kívánok. Azt is megtehetjük közösen, csak itt a Fehérvár TV-ben az idei évben. Fiatalok készültek, szerintem érdemes őket megnézni. Köszönöm szépen. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet. Köztérre legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Viszontlátásra!